Női napozó helyett a gólya napozó. Jobb oldalon Aszódról Kormi, bal oldalon pedig Kócsérról, akinek még mindig nincsen neve, mert egyszerűen nem mondta meg a nevét, tehát még hogy megvárjuk, míg elárulja. Mellettük pedig a gyáli, illetőleg alsónémedi fiókák, rózsaszín pöttyel, alsónémedi kék pöttyel, rózsaszín pöttyösök a gyáliak, és a kék pöttyösök az alsónémedi fiókák. Úgyhogy egyelőre öten vannak, még egy tojás van, ami gyanús, hogy talán ki fog kelni, a maradék kettő tojás, tehát gyakorlatilag az a valószínű végeredmény, hogy 3-3 fióka lesz a két fészekből, aki itt fog cseperedni. Ez a két csodabogár, ez itt a képen fölállva egy hatalmas lézerágyú kilövést hajtott végén a túlsó fertáján. Ők pedig költöznek be a fészekbe, macáékhoz, udani. Ha minden igaz, akkor még most mindjárt be is tesszük őket. Itt az aszódi gyerek, meg a kócséri gyerek. Igen, ők itt szerepelnek ügyesen. És most tudnak beköltözni oda Szofi nénéjékhez a fészekbe. Szofi sejtői valami ármányra készült, mert bekushatta a fészekbe, belelapult szépen, meg befektette a három gyereket is. Úgyhogy én most megpróbálok itt a létrán főmászni a fészekbe. Szofinál nem leszek valami népszerű, de egyre rosszabb. Jó. Akkor múlt is nem is kellett. Szervusztok gyerekek! Így jönnek tehelyek. Negyedik és egy ötödik tesó. Úgy nézd, ott szépen tessék a többiekkel összebújni. Ügyesek. Úgy. Csokolom.